Szépen sorakoztak a zöldségkrémek, fűszerkeverékek és a ketchupok Bányai György standján, Budapesten az Omékon. Jutott azonban hely köztük a bajai kistermelő díjának és díszoklevelének is, amelyet szeptember 20-án vehetett át saját termesztésű zöldségekből készült ketchupjáért. Az élelmiszer kistermelő vagy kézműves terméket előállító mikrovállalkozás termékdíját két évente ítélik oda egy valakinek. Az idén ezt az ő vállalkozása kapta. Két évvel ezelőtt már voltunk az Oménken, és akkor láttuk, hogy van egy ilyen megmérettetés, verseny jellegű dolog, és már akkor eldöntöttük, hogy a következő alkalommal fogunk indulni. Úgyhogy amikor láttuk, hogy megnyitották a pályázatot, akkor rögtön neveztünk, aztán ez elég hosszú folyamat, mert júliusban már le kellett adni a nevezést, meg a terméket, és akkor nem sokkal az Omék előtt kaptuk a levelet, hogy akkor a miénket választották győztesnek. A ketchup szülői recept alapján készült, és a vásárlói visszajelzések alapján tökéletesítették az évek során. Tette hozzá Bányai György. A látogatók szívesen álltak meg a standnál kóstolni, főleg, hogy a díjnyertes termékből is kaphattak ízelítőt. Nagyon finom, és nagyon merem ajánlani bárkinek, sültekhez, tésztákhoz, tényleg le a kalappal. A bajai ketchup mellett a térség egy másik terméke is sikert aratott az országos megmérettetésen. A madarasi pálinkaház hadmedője mellett mostantól a madarasi körte pálinka is viselheti a kiváló magyar élelmiszer védjegyet.